Pusztán születtem. Maglódon így ünnepeljük Petőfit. Címmel irodalmi kavalkád műsor tartottak április 22-én a Maglódi helytörténeti gyűjteményben. A változatos programok mellett a megnyitó beszédet Tabányi Pál polgármester mondta. A rendezvény előtt a részletekről a Szeberényi Lajos városi könyvtár vezetője tájékoztatott. Ez a helyszín is úgymond hozzánk tartozik, ugye a Maglódi Művöldés Háza, a Szeberényi Lajos Városi Könyvtár, és itt van nekünk ez a Szeberényi Lajos helytörténeti gyűjtemény, mely az Ófaluban a patakpartján található. Délután 2-kor kezdődnek a programok, Tabányi Pál polgármester úr fogja megnyitni a rendezvényt. Próbáljuk sokfelől megközelíteni Petőfi emlékét, szellemét, és reméljük, hogy ez sikerül különböző beszélgetések formájában. Reméljük, hogy méltó módon meg tudjuk ünnepelni Petőfi 200. születésnapját. Ugye itt az Ófaluban vagyunk a patakparton, és a hagyomány szerint Petőfi szülei itt ismerkedtek meg, nem messze a Pakányházban tulajdonképpen, ami akkor mészárszékként működött. Úgyhogy mi ápoljuk ezeket a Petőfi hagyományokat, és ugye még meg kell említeni Szeberényi Lajost, aki ugyancsak ugye Maglódon született, és osztálytársa volt Petőfi Sándornak Selmecbányán. Pusztán születtem, ez a rendezvénynek a címe. Miért pont ez? Hát ugye Petőfi kiskörösen az Alföld szülötte, és úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan jelző, amely kifejezi Petőfi születéshez kapcsolódó körülményeket. A puszta maga, én úgy gondolom, hogy a magyarságnak egy fontos tájegysége, és ezért ezen egyszerű oknál fogva gondoltuk ezt a jelzőt. Több vendégünk is lesz, remélem, hogy senkit nem hagyok ki. Először majd Németh Mihály lelkész úr, illetve Deáki Zita néprajz tudós, eltén tanító egyetemi tanár fog beszélgetni a korabeli néprajzi és egyéb egyházi hagyományokról, amelyek köthetőek ugye a Petőfi hagyományokhoz, az evangélikusokhoz. Ezen kívül vendégünk lesz még Mézes Judit, aki a gyerekek számára fog tartani egy ilyen interaktív kis játszóházat. Ott lesz Petőfi színezőket is lehet majd kézbe venni, amelyeket Madár Olgának köszönhetünk. Ezen kívül vendégünk lesz dr. Réti László, ő úgy tűnik, hogy kilóg a sorból, de mégsem. Ő tulajdonképpen egy mai krimiíró, thrillereket ír. Megpróbáljuk a különböző Petőfi misztériumokat is egy kicsit talán nem kibeszélni, de meg átbeszélni, hiszen ő korábban nyomozó volt. Mai fiatalok mennyire ismerik Petőfi Sándor alkotásait? Két pályázatunk is volt, az egyik leginkább gyermekek számára rajzpályázat. Én így látom Petőfi címmel, a gyerekek a mai szemmel, mai gondolatvilággal hogyan képzelik el Petőfit, egész érdekes alkotások is születtek, több mint 30 pályamunka. Illetve volt egy verspályázatunk, ez inkább felnőtteknek szólt, ez témában a Petőfi szüleinek szerelmét kellett versben megjeleníteni. Az irodalmi kavalkád Homok Zoltán köszöntőjével kezdődött, majd Tabányi Pál polgármester megnyitója előtt Vaskó Ági mondta el Petőfi Sándor Szülőföldem című versét. Petőfi Sándor, Szülőföldem. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha dajkám dalával von tele. Most is hallom-e dalt, elhangzott bár, cserebogár, sárga cserebogár. Úgy mentem-e innent, mint kisgyermek, és mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hely, azóta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő, az idő hogy lejár, cserebogár, sárga cserebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közülletek csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellettem, hadd felejtsem el, hogy férfi lettem. Hogy vállamon 25 év van már. Cserebogár, sárga cserebogár. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent ezen a könyvtári kezdeményezésen. Petőfi 200 éves születésnapját ünneplik szerte
a magyar nemzet részei mindenhol a határunkon belül és kívül, elszakított részeken is. Én úgy gondolom, hogy Petőfihez Maglódnak is van valami köze. Korábbi leírás szerint a maglódiak is just formálnak Petőfi születéséből. Hát mi igazából a helyszínt biztosítottuk, illetve választották a helyszínt Rúz Mária és Petrovics István. Majd aztán elköltözve Aszódon kötöttek házasságot, és Petőfi Kiskörösen született. De ez a millió, amely itt a Patakparton található, szerintem a mai napig is átvonítatva a Petőfi iránti tisztelettel, hagyományokkal. Ezt az iskolát valamikor a Klebersberg korszakban építették 1928 táján. Nagyon sok maglódi diák fordult meg itt, és jutott el olyan helyekre is. Szebrényi Lajosról azt hiszem nem kell szót ejtenem. Talán beszélnék két testvérről, akiket egy Kócán nevezetű akkori maglódi nemes ember tanítatott, és eljutottak Selmecbányára. Az egyik latin görög, a másik latin történelem tanár lett, és amikor a háborút követően, az első világháborút követően, ugye a trianoni békediktátum miatt elcsatolt területekről, a magyarokat elég sokan el kellett, hogy hagyják a szülőföldjüket, illetve a választott lakhelyüket. Szever Jánosról és Szever Pálról beszélek. A Szever Pál aszódi gimnáziumnak lett az igazgatója 1920-as éveket követően, egy nagy tiszteletű ember volt. Azért mondom el ezeket a dolgokat, mert sokszor él bennünket az a vád, itt a maglódiak szeretik főleg a kicsit korábban ide érkezettek, a később megjelenteket bizonyos jelzőkkel illetni. El kell, hogy mondjam, ahogy Rúz Mária és Petrovics István, úgy mindenki Maglódra jött valahonnan, ki korábban, ki később. Én azt gondolom, hogy ez a megkülönböztetés abszolút nem jogos, hogy valaki a korábbi őseire hivatkozva egy kicsit, hogy is mondjam, lenézően beszél a többiekről. Maglód ugye egy korabeli mezőgazdasági település, a jobbágyokat földművelés céljára hozták, illetve csábították ide Maglódra. Elég későn sikerült kinevelni azt a értelmiségi réteget, ami valamilyen szinten a települést előre vitte. Tehát a polgárosodás ugye bekövetkezett valamikor a 900-as évek elején, és addig bizony a bíró, a lelkész, a pap, a kántor, és majd később a gyógyszerész és orvos kezdték el igazából a települést egy kicsit feljebb húzni, de ez nem jelentette azt, hogy adott esetben a szegény sorban vagy jobbágy sorban lévő gyermekeknek nem lett meg a továbblépési szándékuk, bizony kellett hozzá segítség. Tehát ez a mag, ahol itt vagyunk, ez valamikor a korabeli Maglódnak a központja volt, az iskola, a katolikus plébánia, az evangélikus parókia, még áll a jegyzői lak, illetve a korábbi községháza itt a Dózsa-György úton. Valamikor ez volt Maglód, a patak két oldala, ez volt a centrum, ebből nőtte ki magát az a település, ami már város, úgy gondolom, hogy kinek-kinek megvolt a saját osztályrésze ebben, hogy eljutottunk idáig. Mindenféleképpen az első telepesek, őslakosoknak köszönhető, hogy valami itten újra szárba szökkent, és hát ahogy Petőfi élete is tulajdonképpen valamilyen szinten a szülők révén innen indult el. Ez az egész egy kicsit azt mondom, hogy kell, hogy egy kis büszkeséggel eltöltsön bennünket, gyakorlatilag pedig az a legnagyobb magyar költőre emlékezve ez a helyszín nagyon kiváló választás volt. Kívánom, hogy jól érezzék itt magukat, és a mai napon feltöltődve távozzanak innen valamikor késő este. Köszönöm szépen! Tabányi Pál polgármester köszöntője után a Petőfi pályázatok eredmény hirdetése következett.
A Maglódi Irodalmi Kavalkádon ezután érdekes beszélgetéseket, előadásokat hallgathattak meg a résztvevők, majd az esti órákban gitárzenével és Petőfi versekkel zárult a nap.